Új fejezetet nyitott az igazságügyi törvényekkel foglalkozó parlamenti különbizottság, amely az igazságszolgáltatás szervezéséről szóló törvény vitáját kezdte meg ma. A bizottság RMDSZ-es tagja Márton Árpád híradónkat arról tájékoztatta, hogy nehezen haladtak a munkával, ám lényeges, hogy elfogadták azt, hogy az igazságszolgáltatás a törvény nevében a bíró révén történik. Hangsúlyozva ezzel, hogy az ügyészek nem egyenrangúak a bírókkal, és nem valahol az ügyvédek fölött helyezkednek el, ahogy eddig volt a gyakorlatban. Hosszas vita után sikerült beiktatni a fegyverek egyenlőségének elvét, tehát hogy az ügyész az ugyanolyan fontos egy perben, egy büntetőjogi perben, mint az ügyvéd. Persze már a viták során az egyik ügyészi testület képviselője vehemensen tiltakozott az ellen, a módosító javaslatom ellen, amiről még különben nem vitatkoztak, ami azt mondja, hogy Romániában is, mint ahogy minden demokratikus államban, az ügyésznek ugyanott a helye, ahol az ügyvédnek, szemben a bíróval, és nem egy emelvényen valahol a bíró közelében.